Rögtön a szombat reggeli nyitás után folyamatosan érkeztek az érdeklődők a Széchenyi térre. Volt, aki csak reggeliért ugrott ide, de volt, aki végig kóstolni a különböző remek pékárukat. A 19. Euroregionális kenyérfesztiválra és kézműves találkozóra 10 pékség és 15 kézműves kiállító érkezett. Volt, aki a határon túlról. Reggel a szokásoknak megfelelően megnyitóval indult a napi program, melyet az egyik fő támogató a győri önkormányzat nevében, Szele Szabolcs alpolgármester kezdett beszédével. Számos termék születik a kenyérből, és ez egy igazi művészet, amit a pékek tudnak évezredek óta. Ez egy tradíció, egy nagyon fontos tradíció. Azt hiszem, hogy nem csak nekünk magyaroknak, hanem az egész világon, hiszen a kenyér és a péktermékek az egyik legfontosabb alapélelmiszere az egész világnak. Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron megyei önkormányzat elnöke felszólalásában megköszönte az orvosoknak és az egészségügyi dolgozóknak, hogy lehetővé tették a rendezvény megrendezését. Szeretném megköszönni az orvosoknak és az egészségügyben dolgozóknak, hogy lehetővé tették azt, hogy most ismét együtt ünnepeljünk, és így a járványhelyzetből kilábaló félben lehetőség nyílik arra, hogy szemtől szemben találkozhassunk, és a tavaly évben az online térbe kényszerült fesztivált fizikai valóságban meg tudjuk rendezni. Simon Robert Balázs a tudatos vásárlásra hívta fel a figyelmet beszédében. Szerencsére egyre többen vagyunk, akik szándékosan a magyar terméket, vagy döntően magyar alapanyagokból készülő termékeket és az egészséges termékeket választjuk, és hogyha egy nagy bevásárló központban vagyunk, akkor nem ott vásároljuk meg például a kenyeret, hanem a pékségekben. Ez azt gondolom egyre inkább terjed, és nagyon helyes, hogy ez így van. A kenyérfesztivál zsűri elnöke Németh Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Győr-Moson-Sopron megyei igazgatóságának elnöke volt. Célunk egyrészt, hogy megismertessük a minőségi alapanyagokból készült termékeket, egyedi fejlesztéseket, új technológiákat, amelyek az egészséges élelmiszerek fogyasztását szolgálják. Másrészt, hogy a kapcsolatok és az egymás iránti bizalom építésének is kiváló táptalajt biztosítjunk az önök, a résztvevők számára. Pintér Péntek Imre, a rendező megyei iparkamara elnöke beszédében kiemelte, a szervezet azért dolgozik, hogy a megyében található vállalkozók minél jobb körülmények között tevékenykedhessenek. A kamara elsődlegesen azért dolgozik, hogy a megyében lévő vállalkozók a lehető legjobb körülmények között tevékenykedhessenek. Ennek a munkának vannak hétköznapjai, vannak ünnepnapjai. A mai nap ez egy ilyen ünnepnap, amit 18 évvel ezelőtt a kézműves tagozatunk talált ki, és azóta a kamaránk egyik kiemelkedő rendezvényévé nőtte ki magát. A kenyérfesztivált az iparkamara kézműipari tagozata indította 2003-ban, akkor még a Veres Péter iskola udvarán rendezték meg. Ha körülnézünk ezen a gyönyörű téren, ami Győr és Európa egyik legszebb barokk tere, akkor azt gondolom, hogy a 750 éves városban igazán méltó módon tudjuk ezt az ünnepséget az idén megtartani. Szikrázó napsütés van, a kora ősz gyönyörű napja, gyönyörű környezet, egyre többen vannak jelen a téren. Jó, hogy itt vagy, üdvözöllek Győrben! Jó, hogy itt vagy! Színpadon az Aranykapu zenekar. A látványos pék és kézműves standok mellett különböző programokat is kínáltak a szervezők a látogatóknak azért, hogy a család minden tagja megtalálja a számára legkedvesebb elemet. A fesztivál keretében hagyományosan versenyt is hirdetnek, melynek során a szakma képviselői kenyér és péksütemény kategóriában mérik össze tudásukat. A fesztivál kifliét ugyancsak megválasztották, méghozzá a közönség szavazatai alapján. A részletes végeredményt a győrplusz.hu oldalon olvashatják. Több hagyományos, illetve innovatív díjat is átadunk majd. Volt még a versenynek egy egészen különleges kategóriája. A pék és cukrászképzésben résztvevő tanulók számára ugyanis csapatversenyt írtak ki. A feladat egy díszmunka elkészítése volt a Győr 750 éves város szlogen alapján. Ebben a kategóriában az első helyet a Pápai Batthyány Lajos mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum és szakképző iskola Cuki Mező csapata hódította el egy gyönyörű Győr címerrel. Szerettük volna bemutatni a mi iskolánk is, milyen ügyes tanulókat foglalkoztat, hogyha igazániból ez volt a fő
előcélű bemutassuk az iskolánkat egy kicsit. És mi az, amit készítettetek? Itt látjuk, de ha egy kicsit leírnád, hogy mit is találhatunk. Mézes kalács díszekből készítettünk végül is egy Győr logóját, illetve még plusz a pár terméket így bemutatóban még készítettünk mellé. Mit szóltok ahhoz, hogy ti nyertétek meg végül ezt a versenyt? Nagyon örülünk neki, nagyon-nagyon. Köszönjük is a zsűrinek, hogy minket választottak. Egy kicsit avasd be minket, mennyi munka egy ilyet elkészíteni? Hát igazándiból most kezdődött szerdán a tanév, ezért sok időnk nem volt, úgyhogy végül is 3 napunk volt arra, hogy elkészítsük, úgyhogy ez 3 nap munkája mindez. Az idei Győri Kenyérfesztivál és kézműves találkozó délután Szandi fellépésével zárult.